Nagyon szépen köszönöm, hogy mindketten el tudtatok jönni, és én azt hiszem, hogy ezzel a nagyszerű kincsem kiállítással mondhatjuk azt, hogy Róma az örök város, mert ugye úgy szokták hívni, és hogy miköze van ehhez a Kincsem palotában lévő Kincsem kiállításnak, és Rómához, az örök városhoz, azt én azt hiszem, hogy mindenféleképpen mond el legalábbis egy mondatban, mert kiállítás van, aztán lesz, és hát miatt megbeszélnénk, hogy mi mindent látni, hogy jön ide Róma. Én nagyon-nagyon szerencsés együttállásról van szó, ugyanis Dobos Máté gyűjtő, aki egyben ingatlan befektető is, illetve elsősorban úgy ingatlan befektető, van egy belvárosi gyönyörű palotája, ez a Kincsem palota, és körülbelül egy-két éve a Máté elkezdte gyűjteni a római iskola klasszikus mestereinek kiemelkedő csúcsműveit, csúcsalkotásait, és amikor elkezdte gyűjteni, és hát most is folyamatosan gyarapodik a gyűjtemény, akkor megálmodtuk, hogy hát egyszer ezt mutassuk meg a nagy közönségnek, és legyen belőle egy kiállítás, és mi több pont van egy palotája, amiben ki tudjuk állítani az alkotásokat. Így van, hát azért egy ilyen magángyűjtemény, az úgy pestiesen szólva nem semmi, mert akkor itt ez egy csoportos kiállítás, de végül is a magánygyűjteményedben ott, hát gondolom van klasszikus, meg van kortárs művészeknek a műve is. Hát most nem számszakilag kérdezem, de körülbelül mitől elfel ez a gyűjtemény? A római iskolás gyűjteménynek a magja az a 29-ben nyitott a római, Rómában a Magyar Intézet, és 29-től egészen a 40-es évek közepéig ez a magja. Patkó Károly, Kontuli Béla, Medvecki Jenő, Molnár C. Pál, hogy egy pár nevet említsek. És ez a jó pár, kb. 18-20 alkotó olyan hatással volt egyébként a magyar kortárs művészekre is, hogy a 80-as, 90-es években Rómába utaztak, római ösztöndíjasak voltak, és nyilván ma is közöttünk élnek, és hihetetlen alkotásokkal gazdagították egyébként a magyar kultúrát. Tőlük is van jó pár kiállított darab, Szurcsik József, Keserű Ilona, Kecső Endre, vannak jó néhányan. Barabás Zsófi. Na most akkor csak annyit, hogy végül is a kurátor művészettörténésznek milyen feladatot jelentett az, hogy ezt a kiállítást, ezt a gyönyörű kiállítást meg tudjátok rendezni. Gondolom sokat dolgoztál. Nem tagadom. De egyébként tényleg Máté is, és Mátéval ez egy közös munka volt, és azt gondolom, hogy most már így lassan bezár a kiállítás, hogy egy közös siker. Hogy milyen feladat? Hát igazából Máténak ugye időközben nagyon-nagyon szépen alakult így a gyűjteménye, és azt kell tudni, hogy ugye ezt a római ösztöndíjat, ezt körülbelül olyan 27-28-ban, pontosan a Klebersberg Kunóék alapították, hogy minden évben magyar képzőművészek ki tudtak menni Rómába, a Falconeri palotába, és ott tudtak alkotni, és kaptak havi apanást, azzal az apanással nem csak Rómában láttak, hanem bejárhatták Itália különböző tájait, és ez így van a mai napig. Tehát, hogy minden évben kortárs művészek jelentkezhetnek erre az ösztöndíjra. Hát, úgyhogy Istennek, hogy van ez a lehetőség, mert elég nehéz időket élünk, ezt tudom. Igen. Na most mielőtt, hát hogyha már Gerevicset említetted, akkor azért én meg hozzátenném azt, hogy mindenféleképpen itt, ugye itt vannak a kortársak, itt vannak a nagyon régiek, de én azt hiszem, hogy ezt az idézetet, ha elmondom, akkor egyetértetek vele. Azt mondja, nem a múlt a régi mesterek utánzására akarunk buzdítani, nem másoljuk a múltat, de tanuljunk belőle. Így van. Hát azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen így van. Így van, tehát, hogy hagyj emeljem ki, hogy római iskolás művészekről beszélünk. Ez az. Ők magyarok voltak. Római magyar stílus. Igen, és kiutaztak Rómába, és nekik az volt a feladatuk, hogy
vesszenek el római utcáin. Aha. Menjenek el a Vatikánba. Igen. Nézzék meg a Sistinszki kápolnának a freskóit. Uh-huh. Tanuljanak Leonardótól, Michelangelótól. És hogy ezek a vásznak, amik ki vannak állítva ma a Kincsempalotában, ránéz egyébként egy amatőr is, igen, és látja, hogy például Medvecki Jenőnek a Három Grácia című festménye, egyébként kolosszális alkotás és grandiózus mű méretében is, témájában különösen, de hogy a Három Grácia szoborszerű. Aha. Olyan, mintha ránéznénk, és a Sistinszki kápolnának a hatalmas nagy, igen, robosztus női alakjait látnánk. Uh-huh. Tehát 20-as, 30-as, 40-es évek témáit dolgozzák föl, adják át a vásznon keresztül, de visszanyúlnak egyébként az antikvitáshoz, és visszanyúlnak egyébként a 16. századi reneszánsz technikákhoz is. Hát akkor ez így nagyon jó, és akkor ahhoz mit szólsz, hogy én azt olvastam, hogy amikor Gerevics, ugye hát a római regnálásának az idejében, ott volt jó néhány, több mint 100 fiatal művész, de hogy amikor a római iskola tagjai idejöttek Budapestre, és állítólag, hát Gerevicsnek volt a törzselye a Centrál Kávéház, jól mondom? Jó, és hát ezek szerint, hát majdnem azt mondtam, hogy bulisztak, de hát összejöveteleket tartottak. Ez tényleg, ugye akkor ez nem legenda? Ez nem legenda, bár én is csak olvastam róla, szóval még akkor nem értem, hát mondjuk, úgyhogy nem tanúsítani nem tudom, de ezt én is olvastam valóban, hogy ők oda jártak, igen, és hogy ugyanúgy, mint a Gresham kör járt, ugye a Gresham kávéházba, igen, ők pedig oda jártak. Igen. Na most általában, amikor ilyen korszakokról beszélünk, azért van annak tisztességes neve is így szólva, akkor most hozd közelebb egy kicsit a nézőket ahhoz, hogy egyáltalán a Novecento, az ilyen értelemben mit jelent? Tulajdonképpen ez az olasz 19.-20. századi stílust öleli fel, igen, és a Novocentónak volt egy ilyen örök klasszicizmusa, egy ilyen klasszicizmus iránya, irányzata. Pontosan arról szólt, hogy a modernséget ötvözni és keverni a klasszikus motívumokkal, és ebből egy ilyen gyönyörű stílus egyveleg jött létre, ami nagyon-nagyon hatott a római iskolás művészekre. Ez igen. És ez kiegészült, azt gondolom, hogy a kornak egy ilyen társadalmi, filozófiai lét keresésével, a létezés értelmének a keresésével, és ez a mögöttes szellemi gondolat, ez szintén ott lapul. Az akkor érthető. Na, akkor gyorsítunk egy kicsit. Bocsánat, hogy közbeszólok, de hogy ez a 20-as, 30-as, 40-es évek, ez az első világháborúnak vége van, a hatalmas nagy európai birodalmaknak vége van, 19. századnak egyébként ez a kis impressionista, szecessziós bájának vége van. Igen. 20-as években gazdasági világválság, a 30-as években fasizmus, nácizmus, igen, két másik országban. És minden egyes festményen jelentkezik ez a keresés. Értem. Ez a irányt akarnak mutatni, és ez a bizonytalanság, ez a ránézünk egy képre, és nem megoldást találunk, hanem több kérdést kapunk egyébként, igen, egy-egy kép előtt. Na most előtt. Akkor csak azért köszönöm meg, mert megy az időnk, de még mindenféle van. Hát itt van először is Kincsem. Kincsem a csodakanca, a 1874-ben született, és 13 éves korában hunyt el, de ezt nem csak azért mondom, hogy elindult Európában 54 versenyen, és mind az 54-et megnyerte, és mindenféle nevekkel illették, Hungarian, magyar csoda, meg mindent az égvilágon, de az volt még benne az érdekes, hogy aztán mindjárt a palotára is rákérdezünk, hogy ő kanca volt, csodakanca, és a méneket verte meg ezeken a versenyeken, úgyhogy azért ez félelmetes nagy, és a palota pedig ugye a Kincsem verseny a tulajdonosáé volt, akit úgy hívtak ugye, hogy Blaskovics, Ernő, a külföldön Ernest. Ernest, és akkor ez a gyönyörű palota azért hát sok mindent megélt és átélt, de a mostani helyzet hogyan alakul
És hogyan alakult? Másfél-két éve vásároltuk meg az épületet. Igen. Először azt gondoltuk, hogy iroda lesz belőle, és ahogy egyre jobban benne voltunk, így elhatároztuk, hogy a felújítás, a teljes rekonstrukció megkezdéséig egy kulturális központot hozunk belőle létre. Kiállítások, divatbemutatók, minikoncertek helyszíne az épület, kincsem kultként fut, és ennek a kiállításnak is egyébként egy csodás színtere a Kincsem palota, ami egyébként a Centrál kávézótól 150 méterre igen. van. Tehát ugye egy ilyen összekacsintás majd is egyébként cukorica. A Gerevics féle bulizós helyhez. Igen. Na most voltak éppen ez a mostani neve, mert volt, de jó csomó neve volt ennek a palotának is, de és nagyon sok felé volt, úgy értem, hogy sok felé tartozott, mert volt az ott nagykövetség része is, meg minisztériumi fennhatóság, de ez a mostani név, ez mióta van meg, mert ez is megvan már néhány éve. Ezt a nevet mi adtuk neki egy pár évvel ezelőtt, igen. és nyilván benne van a lónak a neve, és benne van az, hogy ez egy kulturális központja igen. a városnak. Hát akkor ez tökéletesen érthető. Na most még annyit, hogy tulajdonképpen én nem számoltam meg, de hány kiállító művész van, csak úgy a rendkedvéért? Júlia. Hát ha nem tudod fejből, akkor nem baj, megsatszoljuk. Az az igazság, hogy időközben változott a kiállítók száma is, ugyanis igen. még egy Molnár Cépel kép ki lett volna állítva, de helyette hirtelen Máté a megnyitó napján minket igen. megjelent, meglepett minket a legújabb szerzeményében egy Patkó Károly római iskolás képpel, a KH-nál ülő kezét melegítő nővel, úgyhogy Molnár Cépel például végül nem lett, de lett még egy Patkó, körülbelül egyébként olyan 17 kiállító művész na van. Na jó, akkor ez így rendben van. Kortársak és klasszikus igen, ezen túl római iskolás már így a beszélgetésben, azon még nem vagyunk igen. túl, hogy akkor most, ha ez bezár majd, akkor további sorsa a kiállításnak. Meghívtak minket Rómába. Landos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója. Nagyon-nagyon tetszett a kiállítás ötlete és anyaga, ott volt a megnyitón is, és tárt karokkal várják a kiállítást márciusban. Márciustól május elejéig. Akkor még annyit, hogyha már ilyen jó néhány dolgot elmondtunk a palotáról, szökik rögtön az ember szemébe, mikor az ember belép? Mert van ott szobor, mindenféle. Mindenféle, ez így van. Na, hát egyrészt, amikor az épületet megközelítjük, akkor ez egy, mintha a firenzei Pitti palotának a homlokzatát látnánk igen. kicsiben, mert ez egy neoreneszánsz palota, tehát visszakacsint egyébként Rómára, Itáliára. Ha bemegyünk az épületben, a folyosó legvégén, a szárazkapu bejáró legvégén pedig ott van Kincsem ló élethű mása szoborból megformálva, ez Nagy Gézának egyébként az alkotása, és az eredeti kocsi színben egy arany háttér előtt szépen megvilágítva őrzi az épületet. Ez van. De hogyha betoppanunk most a palotába egyébként, akkor pont a Máté egyik legújabb szerzeményével egy Hermész szoborral találkozunk. Oh, hát az gyönyörű. Hát remélem, hogy meg is tudjuk mutatni. Ezt mindenféleképpen, de hát hogyha valaki nem tud elmenni, akkor ajánlom figyelmébe azt, hogy azért itt sok mindenféle dolog született a Csokolakancával kapcsolatban, mert ugye 2017-ben, ha jól emlékszem, akkor volt a Kincsem, már mint a Herendi Gábor filmjének a bemutatója, úgyhogy ott is meg lehet nézni a Csodakancát, és erre megmondom őszintén, nem emlékszem pontosan, de ez nem itt, hanem valahol, valamelyik múzeumban még a csontváz is megtalálható állítólag. Nem a természettudományi múzeum? Az lehet. Jó, igen. Hát akkor tessenek szíves lenni utána nézni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és akkor egy utolsó kérdés, ami inkább a technikára vonatkozik, hogyha elmegy ez a buli, a kiállítás Rómába, hát akkor jó, biztosítva van, az biztos, de hogy lehet ennyi mindent oda kivinni? Szaksz cég, már tudjuk is, hogy kicsoda, szaksz cég fogja szépen becsomagolni, ilyen USB lapokból összerakott, mint aha. hogy szarkofágok lennének, azokba kerülnek a képek, és egy napos út. Hát mint ahogy, már hogy Máté egyébként sok képét külföldön vásároltunk, mint ahogy ide szállítottuk a képeket,
most kiszállítjuk. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Na most a Saks, hát nekem eszembe jut most egészen más, már a kiállítóknál. Van olyan ugye, hogy Saks Olivér. Igen. Van. Na, hát akkor megvagyunk, most már csak a szaxofon hiányzik, de nem akarom itt elviccelni a dolgot. Én tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és csak azt tudom mondani, továbbra is, ne add fel, és ilyen nagyszerű kiállításokat, divatbemutatókat, és mindent, amit egyáltalán művészet, és becsüsként, és műtárgyszakértőként is fog dolgoz. Neked pedig azt tudom kívánni, hogy gyarapodjon a gyűjtemény még nagyon sokáig, hát azoknak az örömére is, akik megnézik ezt a gyűjteményt. Rendben? Igyekszünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én köszönöm.